Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Bíró Tamara vagyok. Október 31-e van, a farkasok ünneplik névnapjukat, ma van a téli időszámítás kezdete. Az angol szász országokban ezen a napon ünneplik a Halloween-t. 504 évvel Luther Márton wittenbergi teológia professzor közzétette 95 tézisét, amellyel kezdetét vette a reformáció. Műsorunk elején érkezdenek a nap kiemelt hírei címszavakban. Az 1944-45-ös ártatlan délvidéki áldozatokra emlékeznek Vajdaság több pontján is. Január 1-től 35 ezer dinár lesz a minimálbér, jelentette ki Alekszandar Vucic, az újabb állami támogatások kifizetése pedig holnap kezdődik. Ma van a téli időszámítás kezdete, sokakat megvisel az óraátállítás. 5000 alatt van az egy nap alatt regisztrált koronavírussal fertőzöttek száma Szerbiában. Az ártatlanul kivégzett délvidéki magyar áldozatokra emlékeztek Csúrogon. 77 évvel ezelőtt több száz magyart végeztek ki itt ártatlanul, emellett három magyar lakta település lakosságát kollektíven bűnösnek nyilvánították. Az emlékezők a megtépázott Krisztus szoborcsoportnál rótták le kegyeletüket. A szerb-magyar megbékélés és a hozzátartozók nevében tartott kegyeletes megemlékezést a Magyar Nemzeti Tanács és Teleki Júlia, a Csúrogiak kálváriájának egyik túlélője szervezte. Nem lehet elmenni a történtek mellett szó nélkül, emelte ki Teleki Júlia, emlékezni kell, de nem a bosszúért kell emlékezni, hanem hogy ne történjen meg soha többé. Hogy a megbékélés napja mindig tartson, akkor az oktatásban változás kell. És mindaddig az oktatásban nem lesz változás. Még az oktatásban nem tanulják meg a történelem órán azt, hogy mi történt. Csak azt, hogy mi történt 42-ben, de nem azt, hogy mi történt 44-ben. Akkor a megbékélésből nem lesz hosszú. Tehát ezt meg kell tanítani. A szerbeknek, magyaroknak egyaránt meg kell ismerni. Vesna Sztyepánovic, Csúrog helyi közösség tanácselnöke köszöntőjében azt kívánta, békében, szeretetben, toleranciában teljen ez a nap. Netrpeljivost de o jednog prošlog doba, sačuvanog u našim sećanju. To je neposredni prilog svemu onome što se zove bolja sadašnjost i izvesnija budućnost. A történelmi egyházak képviselői, Szundyi Károly, Óbecsei Esperes plébános, Paskó Csaba, Kelebiai plébános, Orosz Attila, református esperes és Dolinszki Gábor, evangélikus püspök helyettes az Úr szavával szóltak az emlékezőkhöz, majd elmondtak egy közös imát. Mérhetetlen irgalmú Istenünk, Te örök jelenben élsz, idézd mindig emlékezetünkbe, mély rövid az életünk, és milyen bizonytalan a halálunk órája. Alkalmi beszédében Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete kiemelte, a megbékélési folyamat és a magyar-szerb kapcsolatok építésére való törekvés hihetetlen bátorságról tanúskodik. Ma már együtt a jövőre koncentrálunk. Azt, hogy létrejött a megbékélési folyamat, és az elmúlt csaknem 10 évben a magyar-szerb kapcsolatok korábban soha nem tapasztalt módon fejlődtek, ma már szinte természetesnek vesszük. Pedig higgyék el, hihetetlen erőfeszítések és bátorság kellett hozzá. Hiszen azt mondtuk, rendezzük közös dolgainkat, miközben nem a múltba révedünk, hanem a jövőre koncentrálunk. Erőinket nem egymás ellen fordítjuk, hanem egyesítjük. Nem rivalizálunk, hanem együttműködünk. Hiszen Közép-Európa csak akkor lehet erős, egységes, ha az itt élő népek nem egymás ellen, hanem együtt küzdenek közös céljaikért. A történelmi megbékélés jegyében a két nemzet áldozatainak emléke előtt 2013-ban Tomislav Nikolic, akkori szerb, és Áder János, magyar államfő közösen hajtott fejet Csúrogon. Mára oda jutottunk el, és szerintem ez az egyik nagy eredménye, egyik következménye ennek a megbékélési folyamatnak, hogy ugyanazokról a történelmi eseményekről, azoknak a kontextusairól, azoknak a megéléseiről lehet más-más képen beszélni, lehet ezt nyilvánosan tenni, és ennek semmiféle megbélyegzési vagy egyéb más negatív következményei nincsenek. Ez 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt.
A szervező a Magyar Nemzeti Tanács nevében, Hajnal Jenő, a testület elnöke elmondta, reméli, hogy ez a hely még sok-sok emberöltőn át megőrzi a béke és a kegyelem hitvallását. A megbocsátás az a kegyelmi állapot, amikor megszabadulunk a tehertől, és ugyanúgy a megbocsátónak és önmagunknak is egy olyan lehetőséget adunk, hogy együtt közösen másnaptól kezdve másképpen gondolkodjunk, másként lássuk ezt a világot, és ez a csúrogi emlékmű úgy gondolom, hogy erről szól. Az ártatlan áldozatokra való megemlékezést koszorúzás és gyertyagyújtás zárta. A Csúrog, Zsabja és Mozsor magyar lakosságának kollektív bűnösségét kimondó rendeletet 2014-ben törölte el a szerb kormány. Vajdaság több településén is megemlékeztek az 1944-45-ös ártatlan áldozatokról. A híradó második felében ezekről is beszámolunk. Holnap kezdik a 30 eurós segély kifizetését Szerbiában, elsőként a nyugdíjasok és a szociális segélyből élők kapják meg a pénzt. A többiek, vagyis minden nagykorú állampolgár, aki korábban kifejezte igényét, másodikán, illetve harmadikán várhatja számlájára az összeget. Összesen több mint 5,7 millió ember érintett. A 30 euró dinár ellenértéke 3527 dinár. A segély célja, hogy mérsékelje a koronavírus járvány negatív gazdasági hatásait. Január 1-től 35 ezer dinár lesz a minimálbér, jelentette ki Alekszandár Vučić. A szerb elnök a B92-nek azt nyilatkozta, ez 9,4%-os emelést jelent, a fizetések pedig a közszférában 7-8%-kal emelkednek majd. A gazdasági növekedés 7,5%-os, és ez a legfontosabb hír, mert ettől függ, hogy mennyivel lehetnek magasabbak a fizetések és a nyugdíjak. Ezzel elsők lehetünk Európában, sőt az egész világon, szögezte le. A költség ellenőrzés alatt tartjuk, növekednek az arany és devizatartalékok, bővül az építőipar és a bányászat, mondta a B92 televízió műsorában. A nyugdíjak jövőre 5,5%-kal lesznek magasabbak, hangsúlyozta. Kitért arra, hogy november elején érkezik a Moderna vakcinája, valamint lesz orosz és kínai oltóanyag, sőt 7-8 hónapon belül saját gyártású oltásunk is. A szerb államfő hozzátette, szerdán veszi fel a harmadik vakcinát. Október utolsó vasárnapján, azaz idén 31-én hajnalban tértünk át a téli időszámításra. Hajnali 3 óráról 2-re állítottuk vissza óráinkat. Az évi két alkalommal történő időtologatás ötlete a 18. századig nyúlik vissza, de hivatalosan csak az első világháború idején vezették be. Az egyik fő célja az energia megtakarítás volt, azonban egyes vélemények szerint egészségkárosító hatású is, ugyanis megterheli az emberi szervezetet, alvászavarokat, ingerültséget és nyugtalanságot is okozhat. Vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kellett állítani az órát, így 1 órával többet alhattunk, mivel a mutatót visszafelé állítottuk. Az óraátállítás következményeként a nappalok rövidebbek és korábban lesz sötét, ami a szervezetünk számára is megterhelő lehet. Az őszi átállás főleg az időseket, a csecsemőket, a gyerekeket, valamint a betegeket viseli meg. A téli időszámításra való átállás miatt sokan korábban kelnek reggel, este pedig hamarabb érzik fáradtnak magukat. Megzavar, engem megzavar. Sose szimpatizáltam ebben a döntéssel. Milyen érzés, hogy korábban kell, vagy hogyan érzi magát is szervezetileg? A napot nem lehet visszaállni, nem. Időkül, hogy helyreálljon, rászokjon az ember. Szervezetünknek általában 4-től 14 napra van szüksége ahhoz, hogy megszokja a változást. Addig pedig az arra érzékenyeknél alvászavar, fáradtság, depresszív hangulat, szívritmuszavar, koncentrációcsökkenés, illetve ingerültség is jelentkezhet. A nehézségek ellenére akadnak olyanok is, akik könnyedén veszik a változást. Osjećam se dobro, osjećam se sad malo naspavao, no i tak spavao sam malo duže i tako, ali ovo jedva sam čekao da dođe ovo normalno radno, normalno vreme za spavanje, za odmor i tako dalje, a ne ovo, nikako se nije sviđalo ono da sad kad se pomeri napred, onda začas dođe jutro, začas dođe podne, začas veče i onda ponovo. Vesna Page szerint jobb lenne, ha döntenének és véglegesítenék az egyik időszámítást, hiszen akkor az emberek megnyugodhatnának. Se človek prilagodi na taj ritam i života i spavanja i ustajanja i
jednostavno je bolje da se čovjek ne stresira. Meni lično ne smeta, a znam ljude kojima smeta. Srđan Dímović számára nem okoz gondot, hogy hamarabb sötétedik. Annak viszont minden évben örül, hogy egy órával többet alhat. Bolje jer mogu malo više spat, pa onda dođem, pomožem babi da prodamo cveće i tako. Az elkövetkező napokban a szervezet alkalmazkodása érdekében lefekvés előtt 3 órával kerüljük a kávét és ne együnk sokat. Az első 10 napban óvatosan közlekedjünk az utakon és kerüljük a balesetveszélyes elfoglaltságokat. Valamint, ha tehetik, iktassanak be több szünetet, javasolják a szakemberek. A Minden Szentek és Halottak napját megelőző napokban a temetők és a piacok környékén több helyen találkozhatunk virágárusokkal. A kínálat színes és sokféle összeállítás közül választhatunk. A különböző szálas krizantémok ára a legtöbb helyen 100 és 200 dinár között mozog, míg a cserepes virágoké mérettől függően 200-tól 400 dinár is lehet. Minden Szentek és Halottak napja közelettével sokan keresik fel a virágárusokat. Az előző évekhez hasonlóan az idejében is a sárga és a fehér krizantéma legkelendőbb, amelynek szálonkénti ára 100 és 150 dinár között mozog. A sírhelyekre a hozzátartozók legtöbbször egyszínű és visszafogott kombinációjú virágokat helyeznek el, ami békét és nyugalmat sugároz. Ezt a virágot, amit már most viszek haza, ez majd a szerb temetőbe megy. Ez a feleségemnek a volt férjére majd. Ő neki is úgy van. Sok itt szoktunk vásárolni, mivel egy faluból valók. A feleségem meg ez a néni. Pálfi Mária több mint 10 éve árulja a szebbnél szebb csokrozott krizantémokat. Idén a különböző színű és méretű virágok 200 dinár értékben vásárolhatók meg nála. Most a baba krizantint, azt viszik jobban, most ebbe a napokba. Emígyősen meg a sárga, meg a fehér, az kelendő szín, de van, aki a pirulás, ez hányat válogatott, és volt benne piros is, meg sárga is. Remes Hannánál a legtöbben a sárga krizantémot keresik. A vásárlók szerint ez a szín szimbolizálja legjobban a szeretetet és az emlékezést Minden Szentek idején. Polisád a 150, a krimiszték 100, a margaritták 100 szálja, úgyhogy ezt termelem. Milyen árban vannak a mécsesek és az ikében? Nálam 60. Én tartom a virág miatt, nem keresek, nem akarok rajta gazdagodni. 60-tól 300-ig ezek a nagyok. Szóval van 80 is, meg 50 is van, úgyhogy attól függ. A legnagyobb kereslet a nagyfejű krizanténfajták iránt van, de a teniszlabda nagyságú közepes fejűek iránt is folyamatosan nő az igény, főleg amiatt, mert az idén rosszabb volt a hozam, mondják az árusok. Imamo od 150 do 500 dinara. 150, 200, 250. 300, 400, 500, svašta nešto. Ima ikebane, ima sječeno, ima saksicko cveće, svašta nešto za svakoga. A csokros és a szálas virágok mellett sok helyen az asztalokon vannak örökzöldekből, szárított virágokból és termésekből készült koszorúk is, amelyek maradandóbbak, valamint halottaink örök életét is jelképezik. Az árusok többsége az elkövetkező napokban reggel 8-9-től a késő délutáni órákig várja a vásárlókat a temetők, illetve a piacok és a bevásárlóközpontok közelében. Ötezer alatt az egy nap alatt regisztrált koronavírussal fertőzöttek száma Szerbiában. A legutóbbi összesítés szerint 16.048 tesztet végeztek, ebből 4.929 lett pozitív. 65 személy pedig belehalt a fertőzés szövődményeibe. Kórházban jelenleg 6.764 beteget kezelnek, közülük 281-en vannak lélegeztetőgépen. Átlépte a 3 milliót a beoltottak száma Szerbiában, adta hírül a kormányfő. Ana Brnabić erre vonatkozó Twitter bejegyzésében köszönetet mondott mindenkinek, aki megvédte magát, másokat és az ország egészségügyi rendszerét. Felelősségteljességről és szolidaritásról tettek tanúbizonyságot, tette hozzá a miniszterelnök, ismét hangsúlyozva, a vakcina az egyetlen módja a vírus legyőzésének.
A megszokottnál sokkal erősebb influenza járványra figyelmeztetnek a szakemberek. Ezt azzal magyarázzák, hogy a betegség az elmúlt másfél évben nem jelent meg. Az is aggodalomra ad okot, hogy a szokottnál sokkal korábban ütötte fel a fejét. Dr. Predrákon epidemiológus az influenza elleni védőoltás felvételére hívja fel a figyelmet. A 15%-os globális minimum adó bevezetéséről döntöttek a G20 csúcs találkozó résztvevői szombaton Rómában. A multinacionális vállalatok profitjaira kivetett társasági adó bevezetésével a kormányok gátat vetnének annak, hogy a cégek adóparadicsomokba menekítsék a profitjukat. A világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet találkozóján Angela Merkel leköszönő német kancellár is részt vett. Sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az iráni atomalkut megpróbálják újraéleszteni. A G20 csúcs kiemelt témái között szerepelt még a koronavírus elleni globális átoltottság növelése, illetve a klímaváltozás elleni küzdelem is. Megkezdődött a COP26 csúcsa, a világ vezető politikusai gyűltek össze Glasgow-ban, hogy bolygónk jövőjéről, annak megmentéséről tanácskozzanak. A résztvevők abban bíznak, hogy sikerül dűlőre jutniuk a globális felmelegedés megállításáról, még mielőtt visszafordíthatatlanná válna a folyamat. Az Egyesült Államok, az EU és Nagy-Britannia is vállalta, hogy 2050-re nullára csökkenti a gázkibocsátását, Kína és Szaúd-Arábia pedig 2060-ra vállalta ugyanezt. India még nem nevezett meg céldátumot. A ma kezdődő és november 12-éig tartó ENSZ konferencián több mint 100 ország vezetője vesz részt. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradóban. Ma van a reformáció emléknapja, Szabadkán a reformáció terén koszorúztak. Disznótoros napot tartottak Tisza-Kálmán falván. Az 1944-es és 1945-ös ártatlan áldozatokról, köztük a 42 bukovinai székely férfiról emlékezett meg a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének képviselete Szabadkán, a Zentai úti temetőben a Vergődő Madár emlékműnél. A Tolna megyei településekről érkező 10 fős csoporttal együtt idén első alkalommal részt vett a megemlékezésen a Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület képviselete is. Mielőtt elhelyezték a kegyelet virágait, Illés Tibor, a szövetség elnöke beszélt az ártatlan áldozatokról, és idézte fel a történteket. Megkoszorúzták ma Óbecsén a belvárosi templomkertben az 1944. októberében mártír halált halt Petrányi Ferenc apát plébános emlékére felállított domborművet. Fuderer László plébános megáldotta az emlékhelyet és imát mondott a mártír lelki üdvéért, majd Molnár Viktor, a Vajdasági Magyar Szövetség községi szervezetének elnöke mondott alkalmi beszédet. A II. Világháború a megpróbáltatások kora volt az egyház, annak hívei és papjai számára egyaránt. Petrányi Ferenc plébánosra emlékezve hiszem azt, hogy ma azért vagyunk itt élő, aktív közösséget alkotva, mert ilyen papjaink voltak és vannak, akik keresztény elszántsággal a közösség érdekében teszik a dolgukat és példát mutatnak a híveknek, hitben, szeretetben, kitartásban. A példamutatás, a kitartás, az önzetlen segítségnyújtás olyan nemes erények, amit észre kell vennünk a jelenben is. Mert az ilyen jellemmel bíró személyek mutatják az utat a közösség számára, és mint Petrányi plébános úr, úgy élnek majd példaképként az utódok emlékezetében. Napra pontosan 1944. október 31-én 51 ártatlan helyi áldozatot végeztek ki a magyar-kanizsai partizánok Adorjánon. A kivégzett áldozatok tiszteletére megemlékezést és koszorúzást tartottak a helyi temetőben felállított emlékműnél. Forró Lajos beszédében visszaemlékezett a 44-es eseményekre, majd felolvasták az áldozatok névsorát és megkoszorúzták az emlékhelyet. Adorjának külön érdekessége, hogy itt maga a partizán hatalom is súlyosnak tartotta
a likvidásokat, illetve ezt a mindenféle ítélet nélkül Tiszaparton lelövöldözünk embereknek, és ezzel kapcsolatban történt egy bírósági per, amelynek kapcsán 3 elkövetőt el is ítéltek, egyet halálra, 2 pedig börtönbüntetésre az adorjáni események miatt. Október 31-e a reformáció emléknapja. A protestáns világ ekkor emlékezik meg arról, hogy 1517. október 31-én Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára kitűzte 95 pontból álló tételsorát. A célja nem a reformáció elindítása volt, csupán az egyházi lelki megújulását szorgalmazta. Arra hívta fel a figyelmet, hogy vissza kell térni a tiszta hithez, Istenhez. Harangozó László, a szabadkai református egyházközség lelkésze arra mutatott rá, hogy ilyenkor nem azt ünnepeljük, hogy az egyház szakadást élt meg, és különböző felekezetek születtek, hanem a megújulást és a megtisztulást. Az egyháznak folyamatosan meg kell újulnia, és ez kellene, hogy legyen a célja az egyházunknak, hogy folyamatosan megújulni. Ebben a modern korban az emberhez igazodva, de azt az igazságot hirdetve, az igazsághoz ragaszkodva, amit kapott az igéből, azt átadni. Mert mindig is szükség volt, és a mai modern korban is, bár sokszor azt mondják, hogy ma már nincs szükség Istenre, vallásra, el kellene hagyni, Isten nélkül nem tud az ember létezni. Ünnepi istentiszteletet tartottak a reformáció napján a szabadkai evangélikus templomban. Dolinszky Gábor evangélikus püspök helyettes Luther Márton a protestáns reformáció szellemi atyát méltatta. Hangsúlyozta, fontos, hogy a hívek éljék meg és vallják is meg hitüket. Az istentiszteletet követően Luther Márton és Calvin János reformátorok, valamint Iványi István tanár történész az evangélikus egyházi gyülekezet első szabadkai felügyelőjének mellszobrát is megkoszorúzták a reformáció terén. Ugye nem lett volna ez az elmúlt, most már másfél, közel 2 éves időszak ezzel a járványhelyzettel. Azelőtt úgy éreztem, úgy gondoltam, hogy nagyon sok ünnepünk, nagyon sok alkalmunk megszokássá válik. És most egy ilyen különleges helyzetben vagyunk, hogy itt van ez a járványhelyzet, hogy ugye hitből élünk, igyekszünk hitből táplálkozni, de valahol mégis félünk. Hát valahol az ember meg van ijedve és el van gyengülve. Én úgy gondolom, hogy ezért fontos a reformációban is feleleveníteni ezt a megújulást, egy belső megújulást, egy hitbeli megújulást. Első helyezést ért el Miklenovics Aranka, az életjel Csát Géza művészetbaráti kör szavalója a hétvégén Esztergomban megtartott Virág volt a vers elnevezésű versmondó versenyen. A Heliser József Városi Könyvtár által szervezett versenyen 50 év feletti amatőr versmondók vehettek részt. Miklenovics Aranka felkészítője Horváth Emma tanárnő volt, a versenyen való részvételben pedig Jónás Gabriella színművésznő segítette. Disznótoros napot tartottak Tiszakálmán falván. Az eseményen több mint 30 csapat mérhette össze tudását tepertősütésben és kolbászkészítésben. A szervezők célja az, hogy a fiatalok megismerkedhessenek a hagyományos ételek elkészítésével és ízvilágával. Több mint 30 csapat érkezett az idei disznótoros napra Tiszakálmán falván. A résztvevők között voltak szakmabeliek is. Ranije se to u sklopu ima to jednog 15-20 godina, 15, možda i više. Onda se to klalo, šurilo, palilo na slamu. Nešto je sad malo zatajilo, ali opet je ovo dobro. Koliko toliko da se zadrži ta tradicija. A csapatok tepertőt sütöttek és saját recept alapján készítették a kolbászt. Hagyományosan disznóbélbe töltötték a húst. Sokan rostélyost is sütöttek. Márki Tiboréknál pörkölt rotyogott a bográcsban. A pörkölt az körülbelül 4 óra hossza. Az elejétől a hagymadisztelésről a végéig körülbelül 4 óra hosszába beletelik. A hagyományos disznótoros napot 5. alkalommal rendezték meg. Posztok a vecsi elmenőztáciak, hogy ezt válasz, mint nyakul. Talán ilyen decennió. Jedan deceniju postojala, međutim, opet kažem, 2016. smo oživjeli tu manifestaciju, naravno pod drugim nazivom za Bijačka, ali sve je to u sklopu da bi se meštani družili, da bi pre svega selo oživjelo.
A rendezvény Újvidékváros támogatásával valósult meg. A különböző csípős paprikák és ételek szerelmeseinek kedveskedtek vasárnap délután a Kisradonováci helyi közösségben Szabadkán. Paprika and Chili néven szervezték meg első alkalommal a kirakodó vásárból és erősevő versenyből álló eseményt, ahol a helyi termelők mutatkoztak be különféle csípős szószokkal és finomságokkal. Kirakodó vásárral, gyermekrajz kiállítással és erős evő versennyel várták az érdeklődőket a Kisradonováci helyi közösségben vasárnap délután. Az esemény fénypontja az erős evő verseny volt, ahol a nevezőknek 10 percük volt a csípős étel elfogyasztására. A verseny sztárvendége Zvekán Péter, a Pannon Rádió szerkesztő műsorvezetője volt, akitől, mint mondta, nem áll távol a csípős ételek világa. Sánta Zorja hibás mindené húzott bele az erős világába, és az erős olyan, nem rosszból, és bocs az összehasonlításé, de olyan, mint a drog, mert nem tudsz róla leállni. És időnként annyira túlzásba visszük, mondhatom ezt szerintem mindkettőnk nevében, de Sánta is meg én is, hogy időnként már a gyomrunk kész teljesen, és olyankor nagyon nehéz leállni, de muszáj. Úgyhogy a kérdésedre a válasz nagyon-nagyon-nagyon szeretjük, és nagyon szeretjük a ütés erős, és szétmegy a fejünk. Hát én nagyon örültem, mikor felkértek erre, mert mondtam, hogy ez igen, ez közel áll hozzám. A versenyzők végül kevesebb, mint 5 perc alatt teljesítették a feladatot. Elmondásuk szerint csípősebb ételre számítottak, köztük Varga Sándor is, akinek a második helyet sikerült bezsebelnie. Az étel őszintén szólva szerintem nem volt olyan túl erős, én kicsit erősebbre számítottam. Igazából a burgonyával sokkal jobban megküzdöttünk, mint magával a csilis babbal. Valahogy úgy össze kellett rágni, stb. A babot csak úgy lehetett se simán nyelvni, úgyhogy kicsit erősebbre számítottam, de attól függetlenül finom volt. Tripolszky Tíme, az esemény egyik szervezője elmondta, sokat gondolkodtak azon, hogy milyen rendezvényt tudnának tartani, amelyre eddig még nem volt példa a térségben. Így esett a paprika és csilire a választás. Én is szeretem, sok kollégám meg a tagjaink szeretik a csili paprikát, és termelőink is vannak, és különböző szószokat is gyártanak, és árulják őket. És mivel láttuk, hogy ilyen rendezvény még nincs tartva máshol, akkor így vettük ezt, átvettük, hogy ez legyen nekünk a mi névjegyünk. A szervezők reménykednek benne, hogy a paprika és csili nap a jövőben is megrendezésre kerül, még nagyobb érdeklődés mellett. És most az időjárásról. Jövő hét elején borongósra fordul az idő térségünkben, hétfőn még élvezhetjük a meleg, napos időt, kettől azonban megnövekszik a felhőzet. Helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Szerdán felhős lesz az ég, rövid napos időszakokra van csak kilátás. A legmelegebb órákban 12-18 fok körül alakul a hőmérséklet. Hatodszor világbajnok a szerb férfi teke válogatott, és egyben negyedszer védte meg címét zsinórban. A lengyelországi Tarnóban a németeket győzték le 5-3 arányban. A csapatot Igor Kovácsics, Radovan Vlajkov, Adrián Loncsárevics, Bojan Klicsárics, Daniel Tepsa és Alekszandár Milinkovics mellett vajdasági magyarok is erősítik. Az óbecsei Zavarkó Vilmos, a törökbecsei Ernyesi Róbert és a bácsföldvári Bárány Csongor. A szövetségi kapitány pedig Vojko Pavlovics. A válogatottnak Alekszandár Vucic így szerb elnök mellett Kis Igor, az óbecsei községi képviselőtestület elnöke is gratulált a közösségi médiában. Eddig tartott a híradó, lássuk, melyek voltak a nap kiemelt témái röviden. Az 1944-45-ös ártatlan délvidéki áldozatokra emlékeznek Vajdaság több pontján is. Január 1-től 35 000 dinár lesz a minimálbér, jelentette ki Alekszandár Vucic, az újabb állami támogatások kifizetése pedig holnap kezdődik. Ma van a téli időszámítás kezdete, sokakat megvisel az óraátállítás. 5000 alatt van az egy nap alatt regisztrált koronavírussal fertőzöttek száma Szerbiában. Köszönjük, hogy velünk tartottak, még több hír és információ várja Önöket a pannonrtv.com-on. Maradjanak velünk a továbbiakban is, szép estét kívánok, a viszontlátásra!